A Magyar Kultúra Napja alkalmából minden évben átadják a Kölcsey emlékplakettet is. A Kölcsey Társaság által 1995-ben alapított Magyar Művészeti Díjat a Magyar Művésztársadalom azon képviselői kaphatják meg, akik életművükkel és tevékenységükkel nagyban hozzájárultak a hazai és az egyetemes kultúra gazdagításához. Idén Szörényi Levente Kossuth és Erkel Ferenc díjas zeneszerző, gitáros, énekes és szövegíró vehette át a Kölcsey emlékplakettet vasárnap a Magyar Kultúra Napja alkalmából a szatmárcsekei református templomban rendezett ökumenikus istentiszteletet követően. Az elismerésről Jánosi Zoltánnal, a díjat alapító Kölcsey Társaság elnökével beszélgettünk az ünnepségen. A Kölcsey Társaság már az alapszabályában rögzítette, hogy kiket fog díjazni. És ez az alapszabályban úgy van lefektetve, hogy olyan alkotóművészt, aki a magyar kultúrában nagyon-nagyon jelentőset hoz létre, és nemzetközi ismertsége is van. Tehát ismerik azért a határon túli magyarok is, és a határon túli Európa, vagy az egész világ is. Arra törekedtünk továbbá, hogy ne csak egyfajta művészeti ágból, tehát ne csak irodalomból legyenek díjazottak írók, költők, esszéírók, hanem mindenféle művészeti ág jelenjen meg. Így most csak a nem neveket mondva, hanem a művészeti területeket érintve építőművészet, zeneművészet, képzőművészet, iparművészet, díszítőművészet, természetesen az irodalom is benne van. Ezen kívül még az etnográfia, néprajz kutatás is benne van Kalóz Zoltán kitüntetése révén. Most Szörényi Levente kapta a díjat, mi eddig is díjaztunk zenészeket, énekeseket és zeneszerzőket is, de a rock, a pop, a beat és a könnyű zene műfajából még nem. Akiket eddig díjaztunk, elsőként Szokolai Sándor zeneszerzőt, azután Kocsár Miklós zeneszerzőt, az énekesek közül Sebestyén Mártát, a kitűnő népdalénekest. Viszont, ahogyan említettem, még a rock és a beat műfajából nem volt ilyen személyiség. De Szörényi Levente mellett nem csak ez szólt. Nagy mértékben Kölcsey Ferencnek a népdalhoz hajló és azt a költészetbe, a magyar művészetbe beemelő hagyományát folytatta. Kölcseiről tudjuk ugye, hogy nem mozdult ki egész hónapban, vagy akár egy fél évig az udvaráról, és azt írta, hogy a népdalnak a tónusát gyakorolja, a képeit vizsgálja, megpróbálja átsajátítani. Születtek is ilyen versei a Csornakon, vagy a Hervac címűek. Azután pedig egy nagy teoretikai műben, a nemzeti hagyományokban le is írja a népköltészetnek és a népi kultúrának a szerepét. Nos, Szörényi Levente az 1956-os forradalom után, ugye a 60-as évek elején, közepén kezdenek el zenélni, mint egy identitás megőrző eszközhöz fordul a magyar népdalhoz, és hozzáigazítja, társítja Európa akkori legkorszerűbb könnyűzenei formáival, a beat zenével, majd később a rock zenével. Másfelől pedig még a rendszerváltozás előtt megírja a zenében, megkomponálja az István a király című rockoperáját, amelyben a nemzettudatnak, a korszerű történelem értelmezésnek olyan sugallata adja meg az ifjúság számára, hogy ezek közkedvelt dalokká is válnak, amelyek már nagyon komoly erőként vettek részt a magyarországi rendszerváltozásban is. De Szörényi Levente az 1989 utáni munkáival is hasonló nyomokon halad, az Attila az Isten kardja című rock operája, aztán a Fehér Anna és egyéb rockballadái, és ezt teljesítik ki, illetve újabban régészeti kutatásokkal is foglalkozik, ez már nem tartozik a művészet körébe. Tehát egyöntetű volt a véleménye a testületnek, hogy az idén 72 éves Szörényi Levente magasan megfelel ezeknek a leírt követelményeknek. És nagyon szépen köszönjük, hogy eljött Szatmárcsekére, beszélgetett a csekei emberekkel, és a Szatmárcsekei templomban a Kölcsey család címere előtt átvette ezt a díjat. Szörényi Levente több nemzedék számára egy szimbólum, egy jelkép. Amikor a magyar könnyűzenének a megújításáról beszélünk, akkor nagyon sokunknak még eszébe jut az 1966-os Táncdalfesztivál, a
mert még fáj minden csókkal, és akkor említhetők a Sárga Rózsa és a többi dalai. Ezeknek egy nagyon jelentős része magyar vagy közép-európai népdalt is magába foglal. Köszöntöm a stúdióban dr. Minyak Károlyt, a Nyíregyházi Egyetem intézetigazgató főiskolai tanárát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A Magyar Kultúra napja alkalmából a magyar kultúráról beszélgetünk. Hogyan és milyen módon tud tovább élni ez a mai kultúrában, és mi a jelentősége a múltnak, a Magyar Kultúra napja megszületésének a mai kultúrára? Ez egy összetett kérdés, úgyhogy megpróbálok egy kicsikét esetleg részeire bontani. Leegyszerűsítve, talán azzal kezdeném, hogy leegyszerűsítve Frey Tamás azt mondta, agykutató, hogy ma az információ halmazt, azt az információ tömeget, amit kapnak a fiatalok, azt nem tudjuk feldolgozni. Az nyilvánvaló, hogy a tudományos technikai fejlődés hatványozott jelentkezik az érzelmi fejlődésünkhöz képest, tehát hogy az érzelmi intelligencia hiánya vehető észre egyre inkább. Ezért arra lenne szükség, hogy ezt az információt megtámogassuk érzelmi háttérrel. Sőt, bocsánat, azt is mondja, hogy jobban megmaradnak azok az információk, amit érzelmi háttérrel támogatunk. Így ezek van. Tartósabbá válnak. Ezek bizony, és ugye ehhez mit kellene tennünk? Nagyon kedves megfogalmazás, hogy minél több katarzist kell elérnünk. Na de hát hogyan teremtsük meg a mindennapi katarzisunkat? Nos, természetesen, hogy a kultúra szeleteiből mindig igyekszünk beosztva lemetszeni egy darabkát magunknak, elmegyünk egy kiállításra, rácsodálkozunk, elgondolkodunk egy alkotáson. Elmegyünk egy színházi előadásra, talán ez a legnagyobb lehetőség. Elmegyünk egy hangversenyre, vagy hogyha nagyon elfoglalt napunk volt, akkor elolvasunk este egy verset vagy egy novellát. Talán azt hiszem, hogy ennyit mindenképpen megtehetünk. Egyébként a kultúra az a tágabban értelmezve talán Kölcsey Parainezisének a gondolataival tudnám párhuzamba vonni, hogy hogyan is lehetne tovább éltetni. Ugye ez a Parainezis talán sokan ismerik, ez Kölcsey Kálmánhoz írt intelmei, bölcseletei, unokaöcséhez írt tanácsai, és ebben például ezt is mondja, hogy a tudásra törekedj, de az érzeményeidet, az érzéseidet is próbált fejleszteni. Aztán azt is mondja természetesen, hogy szeresd a hazát. Napjainkban ugye hogyan lehet? Hát nem úgy, mint régen. A cselekvő hazafiság az koronként változhat. Ma inkább az, hogy megismerjük a múltunkat, ismerjük a kultúránkat, ünneplőbe öltöztetjük a lelkünket egy-egy ünnepség alkalmával, és sok egyéb ezer módja van. Aztán nagyon érdekes még, amit mond a Parainezisben, hogy az ember nem önmagáé, hanem a társaságban született ember nem az önmagáé, hanem együtt kell lenni minél többet. És főleg a fiatalok kapcsán nem bántom őket, csak tényfeltárás. Ugye azt láthatjuk, hogy a magányos társaságban élnek, vagy a társas magányban. Nem tudom, hogy ezt az ellentmondást hogyan fejezzük ki. Tehát, hogy ülnek a telefonnál, az a legrosszabb látvány számomra, hogy egymás mellett ülnek és nyomkodják a telefont. Térben és időben mindig másut akarnak lenni, és azzal beszélgetnek, akivel egy óra múlva fognak találkozni, és akkor velük találkoznak, akkor lehet azokkal beszélgetnek így a telefonon, akivel egy órája találkoztak. Tehát ezt a fajta kommunikációt, ki kell őket csalogatni, ebből úgy szokták mondani, hogy jól tudom, hogy térerő, wifi, akkumulátor töltöttség Szent Háromságából, vagyis a mobiltelefonból ki kell őket csalogatni, mint csigát a házából. Milyen eszközöket javasol ehhez a pedagógia, vagy az egyetem a képzés során? Ugye egy egyensúlyt kellene megtalálni a múlt értékeinek a megőrzése, ápolása, és a jövőbe mutató fejlődés között. Nagyon felgyorsultak a változások. Ez egy elég nagy terhet ró az egyre később születő generációkra, akik meg korábban születtek, azok meg nem nagyon tudnak mit kezdeni ezzel a helyzettel.
Igen, hát nyilván az én tantárgyam az csak közvetve nyújt erre lehetőséget, tehát a magyar nyelvészet. Itt éppen az irodalmárok, az irodalom órának van a legnagyobb szerepe. Illetve talán a nyelvhasználat. Hát a nyelvhasználat az mindenképpen. Tehát az irodalom órán meggyőzni őket, hogy ezek a szép irodalmi művek, ezeknek a szép irodalmi műveknek az olvasása kell a lelkünknek, a lelkünk gyógyításához. Ugyanakkor a nyelvtudomány azért szükséges, mert nagyon fontos a kommunikációs készség. Hihetetlen, de hogyha valakinek nagyon jó a szókincse, egy kicsi humort is csíp a beszédébe, belecsippent, beletesz, ha egy picit még szólásokat is alkalmaz, már sokkal sikeresebb és nyert ügye van. Azt vettem észre, hogy ez még esetleg a tudásbeli hiányosságot is leplezi, persze csak ideig, óráig, tehát nem folyamatosan. Tehát így módon az irodalom a lelket megszólítva, a szép irodalmi művek fontosságára felhív a figyelmet, teheti ezt, nagyon-nagyon nehéz munka, nagyon-nagyon nehéz munka. A nyelvészetben pedig annak az arról való meggyőzése a diákoknak, hogy nekik a kommunikációs készségük, a szókincsük, ha bővül, azzal a saját életüket, saját karrierjüket fogják egyszerűbbé, gyorsabbá tenni. Dr. Minya Károly, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt ma este. Én is köszönöm szépen.